Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 19-én. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel, az indiai asztrológia szerint. Ebben az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik. Az mindig vagy új hold, vagy teli hold után van számolva, milyen messze van a hold a naptól. A mai nap a 11. tithihez tartozik. Ez a 11. tithi azt jelenti számunkra, hogy ez egy jó kezdet, a mai napon kezdhetünk valami újat. És ez egy ilyen isteni erő hatása előtt áll. Vagy megkapjuk a segítséget a jó Istentől, így is mondhatnám. Az indiai asztrológusok úgy nevezik ezt a 11. tithit, mint egy kapu, ami kinyílik az égi hatalom felé. Ez erőt ad nekünk, és segít abban, hogy mi reménykedjünk abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak. A hold a mai napon a Purvabhadra holdházban található, és ez a Pegasus csillagképpel áll kapcsolatban. Ha ismeritek a történetet Perzeuszról, Andromédáról, Medúzáról és Pegasusról, akkor tudjátok, hogy ez a Pegasus csillagkép, ez a szárnyas ló, így van a klasszikus görög mitológiában, az mutatja, hogy mennyire fontos, hogy mi áttegyük magunkat bizonyos dolgokon, és érezzük magunkat szabadnak korlátozások és félelmek nélkül. Az elemek. A 4 alapelem, a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, és a víz eleme. A tűz elemében van a nap. Az mutatja a havi témát, tehát kell, hogy valami lelkesítsen bennünket, de legyünk a tettek embere. Ne csak várakozzunk, meg álmodozzunk, hanem tegyünk lépéseket abban az irányban, ami bennünket lelkesít. A föld elemében van Mars, bolygó, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz. Mars és Vénusz bolygónál mindig van párkapcsolatról van szó. A Jupiter bolygó hatása alatt szerencsénk van ezen a területen, annak ellenére, hogy Szaturnusz bolygó egy kicsit beleszól az eseményekbe, de alakítja a sorsunkat, és kihat arra, hogy itt kialakuljon egy tartós kapcsolat. A levegő elemében van a hold és a mi földünk. A föld mutatja, hogy mire van szükségünk. Most a levegő elemére, a könnyűségre, a beszélgetésekre és a szabadságra. A hold megerősíti ezt, mert tükrözi ezeket az igényeket, és a hold kihat a mi érzelmeinkre. A víz elemében van Merkur bolygó. Merkur kihat a kommunikációra, arra is, hogy milyen akciók lesznek a közeljövőben, és itt a víz eleménél az érzésekről van szó. Fontos, hogy ezekről beszéljünk, azt úgy tegyük, ahogy a belső hangunk bennünket irányít. És az fontos, hogy ezt
meghallgassuk. És most a kapcsolatok. Merkur bolygó kihat Mars bolygóra, és kihat Vénusz bolygóra. Ezek a kapcsolatok nagyon jók jelen pillanatban, ez lehet egy szerelmi vallomás, az is lehet, hogy valaki megismerkedik valakivel, és ebből lesz egy szerelmi kapcsolat. Mars és Vénusz bolygó is egy nagyon jó kapcsolatban áll, ez egy úgynevezett trikón a Föld elemében, és itt stabilizálódik valami a párkapcsolatban. Most így a napokban nagyon jó energiánk van, ami segít a szerelmi életben, a párkapcsolatban, és abban is, hogy ezt ki tudjuk mutatni és beszélni tudni róla. Sokaknál lehet az is, hogy az elmúlt időben voltak viták, és most így a napokban megvan a lehetőségetek arra, hogy kibéküljetek, összejöttök újra, tudtok erről beszélni, és minden rendben lesz köztetek. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!